Van, ahol már nem okoz gondot a csapadék vízelvezetése Szűcsiben, most pedig már a következő részeknél tervezik a megoldást. Jó évet zárt a település, 2022-ben két topos pályázatuk is sikerrel járt. Az egyik a csapadékvíz elvezetés segítette, a másik a külterületi útfejlesztést 2x200 millió forint értékben. A csapadékvíz elvezetésénél van, ahol most sikerül megoldani majd a problémát, ugyanis TOP pluszos élhető település pályázati forrásból további 70 millió forintot nyertek el két közút, a Dózsa-György és a Rákóczi út vonatkozásában a csapadékvíz elvezetésére. A 200 milliós elnyert topos pályázatunk több utcának a lapozott árkát jelenti, szikkasztók építését jelenti. Nyilván, hogy minél ügyesebben, logikusabban, optimálisabban le tudjuk a csapadékvizet vezetni az Ágói patakba. És azért is jött még ehhez a 70 milliós pályázat, mert amint említettem, ez a két közutunkat, Rózsaszentmárton felüli közutat és a Gyöngyöspatáról bevezető útszakasznak a árok fejlesztését jelenteni, ez is az Ágói patakba vezeti a csapadékvízünket. A tavaly évben beadtak egy topos pályázatot továbbá bölcsőde építésére is 170 millió forint összegre tervezve, onnan még várják a visszajelzést. A Magyar Falu programmal is jól járt Szűcsi. Ezt mondhatom, hogy a vidékre van kitalálva, hisz a vidéki települések, az 5000 fő alatti települések tudják nagyon jól hasznosítani. A tavalyi évben 7-et nyertünk el, 7 magyar falu pályázatot, lett utunk, lett járdánk, lett temetőkerítésünk, tudtuk hasznosítani a közösségszervezőnknek a bértámogatására, lett gyermekjátszóterünk, hisz a gyermekek azok nagyon fontosak a számunkra, és a gyerekeknek egy gyermekkora van, ami megismételhetetlen, és ha a gyerekek boldogságához egy újabb játszótérnek a kialakításával, építésével tudunk hozzájárulni, az nekünk is boldogság. Saját forrásból pedig buszmegállót is építettek a település szélére, ahol hamarosan már meg is állhat a távolsági járat. Megkerestek a lakók, hogy a Rákóczi út felső részén, Szűcsi község legfelsőbb tetőpontján is szeretnék, ha megállna a busz, és mi ezt meghallgattuk és meghallottuk, hiszen nagyon sokat kell gyalogolni a legalsó buszmegállótól kifelé a Szűcsi tetőre, hogy így mondjam, a Rákóczi útnak a legvégső szakaszáig, és bizony sok a szépkorú, de viszont örültek neki a diákok is, hisz most már azon a ponton is, remélhetőleg április elején megáll majd a 60 felé közlekedő, illetve Sejp, Lőrinci, Petőfi bánya felé közlekedő buszok is. A közösségi programok terén rendkívül jól állnak, melyekhez szívesen kapcsolódnak a helyi lakosok, legyen szó a pincesori rendezvényekről vagy másról. Várják és örülnek neki. Például kiemelnék még egy programot, Bajzaház. Ugye nálunk született a mi kis falunkba Bajza József költő író irodalmár több mint 200 évvel ezelőtt, és nekünk nincsen csak egy picike emlékszobánk az ő szülőházába, de elindítottunk egy Múzeumok éjszakája című nyári esti rendezvényt, egy kis zenés összejövetelt. Elképesztő, hogy mennyire szeretik az emberek, és szívesen jönnek, hisz van olyan lakosunk, aki még nem is látta az emlékszobát, és így egy-két évvel ezelőtt ezt is elindítottuk, és már kérdezik, hogy ugye lesz ebben az évben is. Ez is egy újdonság volt, a Múzeumok éjszakáját bevezettük. A bölcsőde mellett is sok tervük van 2023-ra is, melyekről hamarosan beszámolunk.